Na, hát szép, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát igen, eltűntem 2 hétre. Nem azért tűntem el 2 hétre, mert kurván nem éltem le, hanem kurván nem volt kedvem live-ozni. Ugyanis a munkafejem beindult az élet, úgyhogy azt mondta a munkahely, hogy kapjuk be, és dolgozni kell. Ebből a hónapban volt összesen 2 túlóra, hogy be kellett menni, több mint 5 nap volt. Most így talán van életkedvem ahhoz, hogy elkezdjek nektek megint live-ozni. Jó, hangom van, király. Tehát, hogy megint újra elkezdjek live-ozni. Hát ezért kis türelmet és elnézést kérek ezért. Lesznek ilyenek, amikor jön a szezon, és beindul a munkahely, akkor aztán bőségesen lesz megint munka. Hát nem ígérem azt, hogy mindig folyamatosan lesznek live-ok, de lesznek live-ok. Nem tűnök el végleg, mert nem akasztottam föl magamat, és semmi ilyenre nem kell gondolni, csak hát azért. A munkahely az a munkahely sajnos, tehát azért gondoljunk bele, 3 bizsóba járok dolgozni, és még hazaérek, meg elmegyek dolgozni, meg visszajövök, azért 60 kilométert levezetni, egy héten összesen 600 kilométert megyek, azért még az is választó, úgyhogy azért nincsen ennyit live, most valamennyies lesznek több live-ok. Majd meglátjuk a jövő hetet, ugye? Jövő hetet, mert ugye megint délutános leszek. Tehát nem tudom, hogy lesz. Lehet, hogy délelőtt lesz live. Hát éjszaka nem nagyon akarom az egyik live-ot csinálni, mert azért szülők csak alszanak. Ezért rájuk is tisztelettel kell lenni. Előbb meg az éjszaka adott, mert kedves Steam elindította az RTS-nek a letöltését. Gratulálok. Pont ilyenkor kell bazd meg frissíteni. Mindig ilyenkor. No. Mindig ilyenkor. Jó. Hangom oké, mint mindig. No, nézzünk valami szutyok zenét. Valami jót, amit ti sem fogtok megsiketülni, meg senki. No. Akkor marad a régi verzió, annyi, hogy nem Renault, hogy most. Ja, meg a Trazbukot el kell indítani. Ugye, elindult újra a cégem. Amit remélem a embot be fog rakni azért. Ilyenkor próbálok halkabban beszélni, akkor ezzel hajolok a mikrofonhoz. És akkor... Innentől fogok ilyen megint cég. Aki úgy gondolja, hogy szeretne jönni, nyugodtan jöjjön, várom a szeretettel. Aki nem jelentkezett volna még, de ugye megnézzük a M-bot-ot, hogy mi a fene van vele. Évirul, elméletileg hozzá van adva. Úgyhogy most mondom, hogy nincs moderátor osztás, hát befejeztük. Tehát nincsen az, hogy moderátor. Semmi. Ráfrissítek egyet. Átfordítjuk magyarra. És akkor elméletileg, ha írtok chatbe, akkor azt ő látja. De megint volt egy leesésem, hogy jaj, édesom. De nem volt ejtett kép kockám. Valami most nagyon nem a kérdítse. Úgy érzem, szóljatok, hogy a szaggat esetleg. De mondjuk látom majd, a telefonról megy. Na. Emellett úgy is látja, hogy nem megy. Na, most már elkezdjük. Az RTS, amit Steamből kéne elindítani. Ami megy. És. Nem tudom, miért szaggat, mi a problémája. Passz. De nem volt semmi probléma. Érdekes. Próbálom az elébe rajta venni. Kicsit. Nekem ez hangos.
Így. Épp majd csak legyen valami zene. No. Megkérdezhetek, hogy mi volt. Nem volt semmi probléma, nem voltam beteg. Tényleg olyan fáradt voltam, hogy nem volt. Lelki erőm leülni játszani. Az utolsó stream, az a GTA Hungary RP volt. Azóta nem voltam fenn a szerveren, tehát nem is játszottam, nem is voltam sehol. Tehát semmi. Én nem volt, mondom. Én nem volt kezdem. Tehát... egyszerűen nem akartam semmi csinálni tényleg. Semmi ez nem volt kezdem. Semmi ez tényleg. Tényleg, hazajöttem reggel. Éjszakát a puffban az ágyban, és feküdtem már úgy. Fölkeltem 3-4-5 óra, akkor is mentem dolgozni. Persze volt szabad időm, pihentem. De az tényleg. Semmi lelki erőm nem volt. Ájlózni. Meg főképp nem. Most meglátjuk, hogy most, hogy 5 napozunk, mennyire lesz lelki erőm. Majd meglátjuk, csak lesz. Most már jobban azért. Ez a térkép frissítés. Mondom, most jött ez a frissítés. 2 hétig nem frissített semmit a játék. Én nem voltam Steam-em. Mindegy, hagyd töltsek. Úgyhogy... részben ennyi. Bútonom. Nem voltam beteg, hál' Istennek. Mondjuk volt egy kisebb megfázás. Mert azt hitték, hogy Covid, de hál' Istennek nem. Csak egy kisebb megfülés volt. Na milyen Isten van már, töltsd már be, hogy valamit csinálj már könyörgöm. Édes Istenem, ez a játékfejlesztő, hallod? Egy síralomháza van. Most kösel ki a játék, figyeld meg. Hozzányúltam, hogy mindjárt is kösel. Tele van az én napom, baszki már megint! Aztán majd az egész gépet tudok kell nyitni, hogy hülyét kapok, keci. Hihetetlen. És hallod? 2 hétig nem jött egy szájba hozott frissítés hozzá. Nézd meg. Ez, hallod? Most már nekem visszaváltott az irányítóra. Az irányító volt, és nem csinál semmit. Hát azért, hallod? Ez itt, na végre. 10 éves elmúlt már ez a játék, srácok. Csináljunk már valamit ezzel a játékkal. Na, talán most betöltött. Nem, kilépett. Na, szerintem az OBS most fog megborondulni. Nézd meg. Hallod? 7 hétig nem streamelek semmi, és összeokálik minden. Azt mondja, fú, hát akkor állítsd már le könyörögöm, vagy valamit. Csinálj már magaddal. Na most lépett ki. Jój. What the fuck van. És akkor ne rage-eljek, mi? Ezt hihetetlen komolyan mondom. Hibernálás.
Sì, non come onda. Comincia a chiedere gli altri, questo è un modo. Dözmi, beh, aspetta, Dözmi, basta. Come mi hanno chiesto? Manco tutto che cosa? Quindi e tu ci sta su di sì, e se molto iatic, rotto in forte scopo. Allora, ma lascia la giura e ti look. Come? Se la giura non andrà mai, mi giura. Wow! Better than that! Yeah, I know better than that! Itta volo! Ma vera! Na! Itta volo! E il cagnolo per giungo, eh? Ma ci prendi la sua foglia stascio. Crosi caro, ma giunghi non ci vuoi un crosi come l'ultimo giunghi a castresi crosi come la disfanzia lo sai quello franzia o lo sai quello storto sì dat, io giungo, Slovenia Slovenia, olas, sbeida ubeve gna, meglio calco bocit, dat, l'hai dato più due vaiati. Ma mi chiamo anche tu loro, mi ha potuto cagare il boschi isodrulo a mille. Io riesco a cercare adesso. Ma! Non ho chi vero? In ischi, pezzo, non è già loro? A ten mundiský mi zlačíká na to voluje. A ňo na mundiský? Ale vy je sírka. Čakaj, že sa zdeňme, že zrujeme. Veď sa daš. Pasam, veď sa daš. Pasam trom. Bez fajberom trom. Tak to je gumík, ako to má chcete. A tu roko po tý. Eň mi nio printier tý gumít. Mi sa c'è una retola della bomba, ma io di non mi ha morto da tanto. Furcia. Non voglio uscire un terreno. Questo ti? Da matto me lo reno, ma con. Gervamos.
Nou, dan kun je misschien wat zo'n haar om. Maar dan heb je zit. Nou, dan begin je daar niet aan in. Igen, ettől vagyok elszokva. Azt mondja, hogy... Szóval felfele váltás, legyen unum 1, lefele váltás mind 2. És akkor csokkolom kezét, lábát, fülét, farkát. Engem. Trasmuk. Repítjen. Akkor van a 11-be. Igen, mert 83-ról van beállítva. Mindegy, jó van ez így. Jó, visszavált. De igen, ez nem olyan. De, Renault. Nem tudom, hogy sokan mit esnek ezen a Volvo-n. Mondom, kipróbálom, mert mennyit változott. A szalátjére is köszönöm tőle. És hogy biztos. Igen, elszoktam a Volvo-tól. Mámos sok a fogyasztása. És csak a pillanati fogyasztás. Röröm nem volt ennyit. Lassan és gyorsít. Hányt van a mondtam, nézzük már. 17 tonna dinamit. Most nem bájtja ki a 12-et. Hát igen, erősebb váltó lenne, akkor szerintem meg még többet zabálna. De majd a Trasbuk megmondja, mennyit ivott. Igen, ez a Volvo, ami nem tudsz lassabban menni, csak gyorsabban. Nem tudom, mennyi vezetési idő van, nem kapcsoltam be. Hopp! A rendőr bácsi megjelent. Hát ha délután belefér, akkor lesz még Forma 1. Vagy RP. De inkább Forma 1, az is már nagyon régi volt. Már tavaly volt csak. RTS csak tavaly volt. Ebben az évben nem volt még. Még ez a hang. Volvo-nak hangját nagyon elcseszték. Lacika én nem ilyen hangos. Egyébként a legújabb Volvo-t vettem, nem a legújabbat.
Ya la pillo porque no va a estar aquí. Tal y broma que les devuelvo esta sobat. Hyvä. Katsotaan muuta, jonka kanssa se voi. Älä mäki, että jääkäs se sakot, niin mun mielestä tämä on mies sakot. Sakko ihan, mä jäädä töitä. Ez után még hozott a fát, hozzuk el be, 9 fok van. Olyan szépen lájtosan tüzelgetek. Mondom, anyám úgy megpakult azt, hogy kandallott gezi, hogy hú, az meg. A kutya is kimenekült a rákba. Macska az élvezi. Azt imádja. Az egész ember tud dögleni egyben. Én meg vadásszak helyettem. Jó, kegyelesen. Kétszáztizenkettő kilométer van a Volvo-ba, és 1500-at megyünk. Hát, hogy csak ki akarja a 11-ben. Ó, meg fát kéne menni. Á, faszom megy. Már bocs. Tudod, mikor megyek. Mondja, pater, van egy haver, akinek kéne menni fát vágni, ad fát. Vasárnap fát vágni. Kurva jó fogom magamat érezni. Vasárnap fát vágni, hallod? Én váltottam direkt. Legyen meg a nyomatéka. Személyi képjárműnek. Én meg gondolom, nem vagyok meg elégedve ezzel a valóval. Aztán lehet, hogy nekem tűnik furcsának még.
I próbálok valamit. Nyugi. Semmi jött nem akarok. Ah, itt van ember. Dolgozik, jó van. Itt van a cég, én jöttem be egy cég, direkt. Kíváncsi voltam az ember, dolgozik, de dolgozik. Él, virul. Csak azért lássátok, hogy van cég. Él a cégem. Tehát így kell beérni, ha valaki meg akarja keresni a céget. Nem tudom, már M-bot miért nem dolgozik, mert amit be van állítva az, hogy időközönként, ha megy a csövegés, akkor adja be. Ugyan csak elindul. Szlovénia. Nem tankunk Szlovéniába. Azon, akkor elkezd bepittyegni. Mindjárt felrakjuk. Asson a Veari temes. Jó, ha szeret. Akkor tegyük 86-ra. Úgy hátra nem fog. Profit. Vagy TG Profit. Stuttgart. Na mit csináltam is Stuttgartba, keci? What the fuck? Az gyönyörű. Nem is voltam is Stuttgartba. Annál nem büntette a játék elméletileg. Zárhatom fel a Strasbourgba a sebességhatárt 86-ra, és akkor 85-ig nem büntetnek. Ha valaki akar jelentkezni, nyugodtan jelentkezem. Cégbe. Csak annyi a kérdésem, hogy Euro 6-os motoron rendelkező kamion legyen. Sem bást. Tehát tök mindegy, hogy Volvo, Renault, Scania. Hát inkább ez a 3 legyen. Na mindjárt, hogy 1000-et pörög. Hát épp, hogy 1001-et pörög, 1100-at. Nem tudom, a kamionnak olyan mondják, hogy 100 000 vagy 1000. Ez azt hiszem egy nullával többet kell hozzárakni, és akkor... Egy nullával? Kettő nullával? Vagy 10 000? Hogy mondják a kamionnál? Már azt tudom, hogy személyautón 1000-nél mondják. Az kamionnál nem tudom, én nem vezettem még kamiont élőbe. Ugyan, de még Olaszországot is meg kell másznunk. Tudjuk, hogy Olaszországban vannak azért szempertének. Igen, az a baj, hogy ez a 12. és a 11. közötti sebesség az nagyon rövid kamionnak.
Lehet redd ne legyen 5.44 ebből a lóárakok. Ennyit kérek, ennyi a kérésem, semmi más. Lehet jönni bárkinek, mondom Volvo, Renault vagy Scania közül bármelyik kell jönni. Öreg Scania-val, ne gyere légy szívesom. De azért már lenézem, de az öreg Scania az már kifutott. Célja. A Mannal jössz, Mannal is lehet emelni. Persze, abból is Euro 6-os motor legyen. Meg ilyenek. Ennyi az egy kérésem, semmi más. Meg a kilométer legyen meg. Szerintem 5000 kilométer? Kell menni egy hónapba. Dolphin, nézzétek meg. Nézd, Ödön, nem akarja azt mondani, amit szeretné. Még az alakja azt mondja, meghaltam, nem haltam meg, élek, meg itt vagyok az orrod előtt, érted? Tudod, szipanyolok bele a levegőbe. Jó, vagy ilyen? De jó, érzel? Most már érzem. Ez is mondjam, hú, de büdös vagy. Jaj, mint a múltkor kollégámmal hallod. Hogy van, megyek a hízivel? Jetta, géppel. Ugye, hogy hosszú virása, ki hosszú virása, rövid virása. Azt ott szórakozik vele. Azt mondja, úgyis hasba vágjálak. Azt mondja, ne vágjál hasba, vagy a büdös, nem fogsz válni, de fölfordul mindenki, csak hasba vágta. Hallod, geci? Jött a magasos. Hallod, a büdös lett, hallod, hogy a magasos neki ment konkrétan, nézzétek a oszlopnak. Mindjárt jött a szemem, olyan büdös lett szart szegény. Ó, geci, annyit hülyéskedünk benne. Hallod, belevább mennek a napok. Tehát brutális. Próbálkozunk valamit kitalálni. Nem, kapám be. Na, ott van. Írta is, ha-ha! Iványi 78 követem! Tökötő! Na, csak jelezte. Igen, majd ezt át kell élni magyarra, hogy üdvözöl Alexia. Azt csókolom. Na, működik. Akkor működik a embot. Jaj, de jó. Mondom, tesztelem már. Igen, majd ezt át kell élni magyarra. Ezt én voltam másik csatornámról. Ugye van egy ilyen csatorna is. Csak ez semmibe megy, ez a csatorna majd. Csak majd egyszer bevírok lépni a saját csatornámba, ugye valaki miatt, ugye. Tenném a kirakat bassz az értelmes fejét. Azt, Tomi! Hello! 3000 éve nem láttalak, mi a helyzet? Na végre! Mi a helyzet, Cimbi? Na jó, mesélj a formányról, mi van, te úgyis tudsz mindent. Jó, Hamiltonnal. Hallom, hogy mindig nem bírtok megjegyezni. Szép szombatot kívánok, jaj, mindjárt neki megyek ennek a busztor, geci. Ennyi a hosszodát! Megmogasd a lábad ugyát! Budi!
Még semmi. Semmi? Az nem jó. Valamit intézzél, főnök úr. Hát milyen főnök vagy te, bámegy? Ezt most minek adtak föl? Miért nem bírnak megegyezni? Most ezt... Mindom nincs erről, miért nem bírnak megegyezni. Ha már mondott olyat is Tutógolf, hogy nem biztos, hogy 3 évet fog kapni Hamilton. Lehet, hogy csak 1 évet. Á, ilyet is hallottam. Mondjuk neked jobb hajszik, mert te mindig olvasod. Forma 1-et. De what the fuck? Azt a bűr. Na menjünk erre. Szempertinen lefele. Megy a vonat. Na, az a lényeg. Már M-bot működik. Ott eljött. Jelezte, hogyha valaki bekövet, tehát látom. Csak valami nem krüttyű a hangot. De mindegy, majd ezt megoldom mi. Na jó, Tomi, jössz a cégbe akkor dolgozni? Figyeld. Múltkor láttalak valamelyik streamernél, írtál csetbe. Azt mondja, hogy én voltál, barán nem voltál? Nem akartam írkálni, mondom, nem zavarlak. Látom, el voltál foglalva. Azt is elő kéne nekem is venni a Motorsport Managert. A stromba volt, ha tudtam benne. Hát én bízom benne, hogy jó lenne. Hát... igen. Russell megérdemelne egy esélyt, én ezt mondom. Már amit művelt Bottas az ember, az... odabaszott szerintem. Hát nem azért most Hamilton ellenes vagyok, mert nem vagyok Hamilton ellen. De én valahol azt mondom, hogy... szerintem Hamiltonnak pihenni kéne egy pár évet. Mit tudom, egy vagy 2 évet pihenjem. És utána tiszta fejjel gondolja el, hogy mit akar. Hétteres világbajnok. Én a csúcson hagynám abba, az ő helyébe. Mert most már ki lehet jelenteni, hogy csúcson van. Mert ugye Schumachernek a rekordját beállította, 2 világbajnok címet. Ó, bazd meg, túl van, tudna mindegy. Igen. Na, várjál, hogy félre nyomtam valamit a telefonom. De, csak sikerült. Hát, jól lenne. Ó, milyen keményre tartani a vonalon, bazd meg.
Ośta kurwa. Nem teljesen félúton vagyunk. És akkor ki menne szerinted a Williamsbe? Ha Russell menne a Mertibe. Már a kíváncsi vagyok, mit írsz. Csapata? Melyik motorsportba? Motorsportban van csapata? Milyen csapata van? Azt nem is tudtam. Na most már akkor olvasálva be. Hopp, megérkezni külös országba. Várjál, megnézek valamit még. Bocs. Valamit megnézek ebbe a M-botba. Ugye a Naime maradjon a név. Ugye angolul azt mondják, hogy Naime. Ugye mint az így vietnámiak nálunk. Passzák meg a vietnámiak. Nyugodt szívvel. Ó, pofátlanok hallod, jöttek a vietnámiak hozzánk dolgozni. Két évre. Hallod. Azt hittem síró görcsöt kapok. Na, ezt majd live után megcsinálom meg. Azt mondod? Na, majd ezt kipótrik, hogy kell beállítani. Itt a hang, itt van. Na majd beállítjuk, nem most nem matatok. Most nem matatok. Szóval vagyunk. Még 1500 kiló, Istenemben. Hol a rákban megyünk mi? Lehet, hogy Nizáig lejövünk, azt mondja, jaj, itt a vonat. A vonat? Hajoljuk el, és akkor ott vagyunk már. Addig írja azt, jó. Hát, az akkor az.
jobbra kell menni. Tehát tényleg. Hüppe! Gödör volt! Jaj! Várjál, mindjárt olvasom! Stoppárra! Ja igen, mert Hélis Jerkön a stoppárvát le fogom fotózni, és ki fogom rakni Facebook. Mert olyan birkákat györkiek itt nálunk, mi a paraszt, nem tudja bazd meg mi az a stoppárva, geci. Komolyan mondom valamit. Azt ki fogom rakni Facebookra, és meg fogom, ki fogom írni bazd meg, komolyan mondom, és úgy fogom kérni, baromarcú, ez a tábla mit jelent, hülye gyerek? A jó járól. Nem láttam. Még milyen. Küld már majd. Nem láttam tette a hajóját. Nem volt időm ilyeneket nézni, most mondom. Őszintén. Nem nagyon foglalkoztam az internet világában. Két hétig. Tehát én kettő hétig nem streamáltam nagyon. Kettő hétig csak lapítottam. Megmondom, ilyen hangulatom volt. Ezen kiadattam azok a Strasbourg-on. Azt mondja Stuttgart. Hű, gondolja, hogy én Stuttgartba fogok menni. Nincs elkedve, de ez hülyét kapok. De gyávok. Na! Itt vagyok, ragyogok. Megkapaszkodott. Hol? Kapaszkodott meg, Tomi! Na! A Budapestről indultam. Na, menjünk! Jó, mit csinál? Kilöpted? Din 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 din.
Már láttam. Mondom, két hétig ki voltam ütve. De mondom, hogy itt fejbe vasztok meg háttal. Most már talán lesz, aktívabb leszek, bízom benne. Kíváncsi ezek fettem, mit fog csinálni Aston Martin-nál. Ugye most ha nem Racing Point lesz, hanem Aston Martin lesz a neve. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Mit fog tudni? Kíváncsi ezek. Én nem tudom mitől úgy fáj a két vállom, jobb meg a bal. Alig bírom mozgatni. Öregszek. Jövő hónapban. Nem jövő hónapban, márciusban. Pedig mi csak 32 leszek. És már fáj mindenem. Ha még fiatal vagyok ahhoz, hogy még fájom minden. Jó, mondjuk. Attól függ, hogy kapnak az izületek. Azért mondjuk nem vagyok egy vékony srác. Duci-muci vagyok. Csak ütöm a mázsát. És? Mi van veled, Tomi? Iskola? Megy? Mert nálatok most mi van? E-oktatás? Vagy milyen lófülük van? Bocs. Megy, az a lényeg. Bocs, befogtam itt bukunk, geci. Ne! Ez a lényeg. De még nem számít. Majd elmúlik. De mi van az éve? 1.40-nál, mi bajom? Mit tudsz róla? Ha valamit hűtél, március olyan a szemben. Spanyol délsz és hozzunk ez 1.40. Ugye el kell mennem, de miután. Befalok egy kis vizét. Tök műzeléket. Usika, usi musiva. Talán el kell mennem haverhoz. Lepedj egy kis pénzzel, adjunk már pénzt. A fizó előtt félpályában azok semmi pénzem nincs. Alig van pénzem van, kecsi. Jó, az most már visszaadom anyámének a pénzt. Én egy ötelesen lógókat csókolom. És utána kezdjük ezt a Suzuki-t folytoningulni a gecibe. Átrakatom gázosra. 222 forint egy liter gáz ember. Benzinben lassan már 400 forint. Egy hónapban megyek 2000 km-t, csak visszavolta az árát. Így csak 189 ezer forint a beszerelése. Szerintem nem mindegy. Mondjuk azért benzinesen is kell menni, mert kiszárítja a motort a gáz. Mi azért át kell kapcsolni. Messze van még a vége, bázd meg! Ó, anyád borogas, hülye gyerek! Geci, hol vagyunk? A felén is vagyunk. Valamit át kéne csapatni valahogy a gecibe. Így van szó benne?
Időben viszont igen, 2 órával több. Akkor nem. Akkor jó, az így jön. Hobi? Délután? Efegy? Érdekel? Vagy... Rájössze. Folytatnék én azt is, mert úgy nem úgy maradom, mint a balra való. Azért valamelyik nap Piki, Michael útra jöttem. Ne! Ő még tennap este ment dolgozni éjszakára, én meg már nem. Hehehe. Ugye még vasárnappal kezdik a éjszakát, és ugye csütörtök az utolsó nap, tehát péntekre gejövök az, és már péntek este ugye nem megyek vissza. Nem láttam. Nem figyeltem, hogy mondom, készítem. Halál volt nekem, feküdtem az ágyba, alig ültem a gép mögé. Olyan kivoltam, mint most vagyok. Most ez olyan fejem, mint akit fejbe basztok 6-szor. Nem láttam. Már van egy kép, majd megnézem YouTube-on, mert ugye esélynek az a YouTube csatornájára be vagyok. Be vagyok iratkozva. Embot beindult. Na, csak beindult. Na, Embot reklámoz. Na. Discordra majd megnézem. Fölülgulok majd. Maradok itt. Tominek van a legjobb dolga. Én kirakom, én kiraktam Discordra. Nem tudom, nem kapom meg valamire a Discordra, mint kiraksz. Az a probléma. Ja, majd megnézem miért. A donatos link az él. Tehát lehet küldeni donatot, aki úgy érzi, hogy megérdemlem, vagy szeretné, hogy fejlődjön a csatorna. Nem azért, mert pénzies disznó vagyok, csak azért. Ha közösbe dobjuk a pénzt, akkor csak jobban haladunk. Meg több minden lesz a csatornán. Nem tudom a kamera mikor lesz, úgy volt, hogy ebben a hónapban, de hát... Akkor ezt a pénzt. Sokat sajáztam. Ez is a... Baszd meg már egy fizetés a húlva életbe. Ezért kell akarnak halálra, hogy mondom, adjál meg egy kis pénzt. De valami a jövőbe tesz. Ahogy.
Nog zijn dus zo dan moest. Moest ik hier ik hier niet verschaatsen. Wat doe je? Deel daar rijden ze ku. Wij mis wel over. Wat zou ik hier dan? Mijn kater is het dan niet. Maar nu kun je eens eens naar die les die lezen. Wel een forum en je naar die kifoom. Regen je raakt wat. Kilenc az 57 kilométert tettem meg ezzel az autóval. Ez szerint akkor nem. Ne. Ezért szeretem Olaszországot, hogy kurva szép. Jaj, Istenem, zaj. És milyen volt? Nem néztem, azt sem néztem. Mondjuk ott volt valami SSD problémája. Tehát egy jó darabig állt a live. Valami lett az SSD-vel. Szerintem megkoszolsz neki? Igen, ezért kell mindig amikor formázod a gépet, a másik minyót is formázni. Én ezért szoktam egyszerre a hármat leformázni, akkor telepítem a gépet. Na. Hol van a SSD problémája? Majd utána a bal oldalt megtekintve a jobb oldalon hajtunk ki. Na. Na, kutya, beindult. Valamit találtak. Már, ma jól léteztünk már. Nem sokan már. Ha, itt vagyunk, fönkezik.
Ezek jön az enyém fájlni. Ó, baszki. Oké. Na, jó, haladjunk. Nem kell lámpa. Ja. Na, ez az egyszer. Bam! Nem sok kilométer van benne. Aztán most egy darabja nem vezek kamiont. Azért van egy pár kamion. Vagy így, hány kamionok van? 17 kamion! Pótkocsi száma miért 16? Állj! Pótkocsik, ez valakinek nincs pótkocsi. Ja. Nincs használatban. Pedig mindenkinek van. Nem ezt akartam. Ez hol van? Sofőrök. Ú, de sokan pihennek, Gezi. Azt a büdös kurva eget. Ez is pihen. Egy, kettő, vagy a Budapesten is pihen. Úgy én fuvarban vagyok. Ugye ez az érrelom? Nem. Melyik az érrelom? Azt mondta, hogy kiadtam valakinek a Renault-ot, de hülyét kapok abban, mi miért tudok vezetni? A rázsok. De mit van ez az Renault-ban? Azt hittem, adottam valakinek, de nem. Jó. Tegi pekácsó! Hát ére a kamionon megvan. Hát be van rendezkedve, hogy kapjuk, ülünk vissza rá majd. Jó. Na, megnézem már. De hál' Istennek megvan a kis Renault. Na, menjünk! Din. Din 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 din. Bam 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 bam. Megnézem a telefonon, hogy 1860p60 PS-ben vagy-e? Abba.
Balesetet okozta, adjál már még én! Csalám eső lesz. Nagyon borulva. Hát is kéne hozni be. Mondjuk összes most a fát állakom, akkor egy darab idők. Hozz egy fát. Mivel utálok fát bagoldani alatt. Kimenni. Lőpakolni. Behozni. Meg ilyenek. Elhúzom már. Már bőle húzá. Kérdőben ilyet csinálnak így ilyen rántást, na pillanat a főből unna a kamiont. 500 elég kerül. Csak a pótkocsi. Hogy elnézem ezek a játékban ezek a gumik, nagyon szarok. Az hát, csak a gumi. Polkos és csak a gumi. És így van, a kerék az már 61 ezer forintba kerül. Polkos is. Az 278 ezer forintba fog kerülni a javítás, ha? Csak azt a kettőt nézve, de úgy nem. 120. Ezeket kivesszük. Semmit. Semmit. Semmit, én egy fos lesz megint. Főleg, hogyha kútba ezt fogja csinálni. Kútba ezt meg sem veszem akkor. De nem fogok jönni ennyi pénzért, tehát semmi értelme. Semmit, hiszen ha kútba ezt már mondom, akkor most is kell ezt az egész továbbra is. Ez így hulladék marad az egész. Nézzek a barmat is, rám húzza a kurva! Miért nem dögölsz meg? Köcsög Ali! Na most ez miért volt jó neki? Hát most majdnem mondtam valami nagyon csúnyát. De mi a rohadt öreg anyja, bügyös Isten, haszájék el, bazd meg, berántani a kurva kormányt, te köcsög! A messze hülye gyerek visszakapott, köcsög! Baszódj meg! Gyökér! Bá!
Csak felhúzza az ugye a játék, geci. Na, az meg. Akkor húzza a halálra, kis büdös Isten faszára. Köcsög, te is. Gyors hajtás, a gyorsot hajtod gyorsan, ezt te buzi. Nézd, hata. Van még? Valami, ott vagyunk. Tehát pattyolunk, azt itt valami köröt csinálunk, átjövünk ide. Hú, baszki, hosszú. Vágod? Fűtök összítve az ablakon. Az is porra, geci! Bocsi a pittyegésére. Pátbok szót, hogy kussaj! És bízom bele, nem a kódbac ezt fog maradni. Ha igen, akkor inkább nem baszom meg. De biztos nem. Halló, Tami, mit csinálsz? Megint csak lesel ki a fejedből, mi? Baszki, nem bírtam behozni a kukukat. Behozni? Valamit mondjál már. Tere, csajok, hogy vagyász? Van már valami csaj? Most nekem én is ki szugaráltam egy csajt magamnak. Igazán most pencét az orrába. Most addig nem akarok nagyon ráhajtani, meg semmi. De majd meglátjuk, mi lesz. Meglátjuk, mert nem mondok semmit. De azt tudom, akiben volt majdnem idillében, majdnem eszeljétem, az biztos, hogy nem. Azzal tudsz, hogy nem. Mikor elkezdenem gyanizni, még akkor se. Ezt elküldeném a kurva anyjába, hogy lenne. A pillanatban. Ez múltkor elküldte itt a nagy tupádék izé gyereket, magasos, majd ő bekeményít nekem. Egyet rámozultam, az takarodott onnan elfele. Ugye tudom, vagyok én egy szibolyos ember, tehát nem érdek meg egy nagy darab embertől sem. Nem vagyok egy fosús ember. Hiába jöhet velem két, ezért két ötös szegény, és azon is kiütöm, hogyha kell. Főleg, hogy elköpje szar az agyamat, az meg is ölöm. Nálam nincs határ. Azért, tudjátok, maszkárban nőttem föl. Azért, nem vagyok egy szibolyos ember. Azért, tehát valami van, azért lehet szólni nekem, tehát megyek, kiállok. Akkor is mondtam haver, hogy szóljál, nyugodtan megyek.
11 óra. Hát amúgy. Egy az idő. Ja, vasárnap. Ja, mehetett délutára. Hál' Istennek az is csak 5 nap lesz, úgyhogy szombaton toljuk egész nap a live-ot. Nem tudom, hogy jövő héten vagy lesz egy. Menj, nem tudom, hogy csavarom nap közben. Franciaország volt? Ez most nem mondod komolyan franciát. Ja, most jövünk be Franciába. Nizza. Parizsia, Párizs melyik? Nizza! Nizza! Franció! Milán is jó eltűnt veled. Mióta mondom neki, mert nem vagy moderátor, az ott paszik jönni. Na, akkor jöjjön valaki, hogy csak moderátor. Mert nem mindig. Nem vagy moderátor, akkor is legyen itt. Moderátor, mert nem kell jelen, például mert kurva kevesen vagyunk. Most is. Ketten vagyunk. De ez is már egy nagy szó. Ketten. 2 hét után. Ja, akkor már sokan azt mondja, faszom nézi ezt a hülyét, úgy se csinál live-okat. Hát. Az egy-két embernek a fejébe belenéznék, hogy vajon néha mit gondol? És vagy volt hülye, vagy nem annyira hülye. Ez a streamer. Múltkor néztem olyan live-ot. Azt a kurva, mi ment ott le. Jézusom. Ott is hagytam a rájukba. Geci mondom, hogy ez így csatabár volt, csöten. Jó volt, ez ilyen moderátor, csinálta a rendet. Hú-hú. Annak olyan furcsa emberek halljátok, hogy jaj. Csak néha tárcomból, meg pislogó, mint halasz atyom, hogy Istenem, ilyen világot élünk meg. Régen nem volt ez. Ez a mai korosztály, ez nem. Borzalom, bazd meg. Komolyan mondom, bazd ki, ilyen gyerekem lenne, agyonültném a rákba. Biztos! Azt tuti! Azt tutko! Gyorsan polkozsit is kéne cserélni már tolj! Adjál már pénzt tolj! Pontosiket kéne cserélni, ezt már viszont le kéne. Hát mondjuk 110.000 kilométerre rendelkezünk, annyira nem vész. De ez már nagyon sok. És sírtsak ki aztán, hogy itt ki volt. Húá! Itt kezdődött 97-900. Itt volt egy 100%-os, aztán vitt, kusolt 29, aztán jött vissza volt 24, és most megint volt egy 97%-os használat. Majd megint döglött itt a pótkocsi. Tehát annyira nincs kihasználva. Megint 10 botrány. Ah, hallottam! Nem maguk problémák. Na jó. Folyamatosan. Tisztnek az életében van valami. Mostanában nagyon ingadozik a Tisnek a híressége, vagy nem a híressége, de a sok hülyeség miatt. Már tudom azt jelenti, hogy visszamegyek YouTube-ra. Bármint lehet, hogy jobban járnék. Meg lehet, hogy jobban járnék egy Facebook-kal is. Már nagyon sokan mondják, hogy jó Facebook. Nem tudom, nem csináltam még live-ot. Nem tudom, mi jelen, hogyha berabbanék el egy ilyen Forma 1-es live-on ma. Mit érnék el? Nekem jön, bazd meg. Láttad? Én semmit nem csináltam, csak besoroltam.
Mit hallottál, milyen botrány van most? Na most utóbbi időben nem nagyon figyeltem. De sokan mondták, hogy vannak botrányok. Azt mondják, hogy jó voltak a folyamatos, hogy talán egy lópaszt. 40 liter ember. És alig van súly rajta. De figyelitek, mit csinált a izé? A promóc. A ADN-nek az izét kirakta a dinamitot. Tehát azért tud a promóc. És ez a promócnak a izéje. Én nem tudom, hogy ez többségének mi baja van a titja. Szerintem semmi probléma nincs a titja. Még a rájönnek normálisabb is, mint a YouTube. Mert megmondjam az őszintét. Ne felejtsd el a kocsinak a aksiát fölötni töltőre. Hétfőn tudjak menni dolgozni. Mondjuk már nem szívja le. Elindító volt a szar. Lekaptad a rendőröm. De héten kellett tölteni. De ez beülök a kocsiba, de ilyet csinál. Mi az Isten, mondom, te most töltöttem azt a kurva aksiát. Ez kiderült, hogy az elindító volt szar. De jó, mondom. 21 ezer forintos elindító van benne. Az 19 éves lesen az autó már. Van benne 600 ezer kilométer. Ritka, hogy Suzuki-ban ennyi kilométer van. De tényleg, majd fogok csinálni róla ezért vlogot. Tényleg nem is hülyeség. Mondjuk sokan láttam már ezért egy hármás Suzuki-t, 16 szerepest. Injektorost. Olyan jó lenne ezzel a csajjal összegedni, hallod? Ó, édes Istenem! Csajja, hát hölgye! Már évvel fiatalabb tőlem szerintem. Olyan jó néz ki, hallod? Ó! Köpög a nyálam után, amikor elmegy. Bár vagyok, én vagyok a fasz, miért nem osztom el? Hogy szakadjál meg anyósoddal! Thank you.
Vágod? Beraptam sebesség, hogy magadon gurul az autó. Azt vágod, hogy azóta a Marcit nem láttam, mióta nyarok Szkániában? Azt a múltkor ír nekem Discordon, hogy majd úgy írják, hogy órán van. Azt múltkor átadtam be azt a jegyet, hozzászólást. Ki van írva az RP-nek a neve, azt hozzászól, hogy ez milyen szerve? De meg gondolom, hogy a címben benne van, tanulj meg olvasni. Én nem tudom, az emberek nem vigyelik a címet, a streamnek a nevét, hogy mi a címe? De besorolunk ide. Mondjuk szélre. Magat felhúzzuk. Ön értelmes szintű emberek vannak nyilván a sajnálom, hogy a Volvo-nak így elrontották a hangját. De szerintem élőben nem ilyen hangja van. Azt mondanám ezt, hogy ilyen hangja van élőben, nem ugye azt kell te is tudod nézni, bízom benne. Milyen hangja van a Volvo-nak? Ilyen vagy rosszabb? Vagy jobb? Ha itt vagy. Könyvűrűbe be. Nem sokan. Új! Klasszik a szem, várja? Óva, utak királya vagyok? Az igen. Kamion. Itt van Volvo. Itt van FH. Ez. Mindjárt kihajtunk, Laci. Igen. 2012-es. Ez a köcsög ezt sír, nem rakta bele az ujjat? És komolyan még a 12-es? Ó, baszki, és mikor rakja bele a... amit kéne? Az ideig például. Jó, opa.
Komolyan, még a 12-es? Jézus, és a 16-os nincs is benne, vagy melyik volt az utolsó Volvo, amit kiadtak a Volvo-ja? Ez nem akar a vajon, hogy 12. Úristen. Hát akkor kurva jó se nekem. Az új Volvo az az Volvo. Kamion gázos. Ja, ez már gázos. A tavaly adták ki, nem azt a új Volvo volt, vagy mikor adták ki az újat? Szóval az tavalyi 20-as, nem? Igen, a gázoknak már mások hangja van. Igen, az igen. De most azt emeltem, hogy a kamionkereskedők miért állnak a gázosok? Hát a gáz az gyengébb. Akkor most nem értem. Dízelel kimegy a világból a kamion, majdnem vagy. Azt lehet mondani. Most akkor nem értem, miért kell állni gázosok? Ugye a gáz, mert ugye a gáz jó vagy gyengébb. Ugye nincs akkora nyomatéka a gáznak, mint a dízelnek. Ugye a gáz a... Most szokták mondani, a dízel és a benzin között van. Sőt, a benzintől is még lejjebb van. Mert attól még a benzin is erősebb a gáztól. Azt tudom, mert mondta a szerelem, hogy vigyázzon, mert gyengébb lesz tőle jóval. Hát, Oroszország nagyon ráállt a gázra. Gratulálok. Külön gratulálni tudok. Komolyan. Majd utána a bal oldalt megtekintve a jó oldalon majd. Rendezőként kihajtasz a jobb oldalon? Kíváncsi leszek azt jönnek az új zére Volvo-jára, vagy április bajom. Ugye vesz fel még egy embert, sofőr, tehát ketten lesznek. Ez egy bátor dolog, belevágni még egy ember, bővenni. Főleg ilyen válságos helyzetben, hogy bármely pillanatban ott fogad minden. Hát mondjuk ő tudja, mondta, hogy ő már nem a pénzéről. Ebben igaz van. Most,
benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Azt tudom, hogy van biogáz, meg földgáz is. Annak úgy volna, nem más a kijelzője is, nem belülről. De úgy láttam videóban, hogy az új volna, már teljesen egyben van az egész kijelzője. Nincs külön. Meg az egész teljesen más lett. Meg abban van már hol tér figyelő is, meg mit tudom, mi van még benne, mert brrr. Aha, jarrat ennyibe. Mert pont a bevegde büntesét, buzi. Fasza. Gyönyörű. Hát igen, mindenhol fejlesztik. Igen, ugye a benzin szépen lassan le akarja nyomni. Megy a dízelre, többet el lehet menni. A benzinnel. Hát egy nagy autó, egy benzines autó, olyan 700 km-t el lehet venni. Az ennyiben csak ilyen 500-600-at, mert ugye... nem tudom miért lehet olyan kell, hogy csak ennyit tudok elmenni vele. Pedig 40 liter üsztönkő van, egy 3-as. Motor van benne. És én csak ilyen 600 körül tudok elmenni. És az literes fogyasztása van. Nyomom neki, mint a disznó. Szoktam azért padlózni, néha-néha. Ne! 14 órás út. Persze, hogy elkelnénk. Most jó, oké, rendezhetnék nagy jelenetet, mert nem arra mentél, amire kértem. Nyilván most újra tudnám tervezni, de megmondom őszintén, nincs kedve. Nincs, egyszerűen nincs. Ha nagyon szeretnéd, akkor simogassál. Anyomos, hogy simogasson! Hát simogasson! Azt mondja, hogy simogasson! Na! Hajts ki a második kijáratot!
Abinna! Ha olyan lenne, akkor igen, ki? Ki? Minden az osztó nélkül. Ha erős és jó, persze, ki. Tudja az autó, hát pedig tudja. Hát még az én nem tudja, mert nem dízeles, mert benzines még. De már nem sokáig lesz benzines. Édes kanyar. Hú, valamelyik nap milyen mázlim volt hallott. Ott a kurva éget. Mentem dolgozni éjszakára, az pont kirúgott elém egy kutya. Az volt a szerencsém, hogy nem jött senki szembe. Elbírtam rántani a kormányt. Na most választottam volna, vagy a kutyát velem telébe, vagy a, személy, vagy a szemben lévő szemben jövőt velem telébe. Azt a kurva, olyan gyorsan történik, hogy mindig épp hogy elbírtam rántani a kormányt. Érdekes, hogy ez is Franciaországhoz tartozik, ez mennyire szebb ez a sziget? Krózika, vagy ráknak hívják ezt. Jaj! Jaci, pontosan csetet akartam nézni. Igen, vannak, így van, pontosan. Vannak most már. Hát igen. Fejlődik a világ. Beszélgetni, itt van valaki. Tomikám, mert sűrűből megejthetnéd, hogy jössz live-okra. De csak elmegy az idő. Csak jobban van kedve az embernek irányozni. Jó, van itt valaki. Úgy, mint régen. Ha jó lenne, Martin is itt lenne, ha lenne, persze. Olyan nem lesz ma szerintem. Egy hamar. Martin is jön, az...
Látom középen, nem tudom kívánni ezt az ember. Punkó bácsit kiengedjük. Valaki megkérdezi, mi vagyok valóban, mert ilyen kedve van. Nem sokat változott a Volvo. Sőt, semmit ezek szerint, akkor az kiderült, hogy 12-eset. Ez nagyon voltam én. Semmit nem változott. Tudom, ez a sziget tényleg Franciaországhoz tartozik, vagy Olaszországhoz még? Aztán tévesz én meg, hogyha rosszul tudom, ez... Nem tudom, én folytatom, hogy is sikülye voltam. Bazdmeg, hogy itt kell bevenni? Az gyönyörű! Kéne összetörni a Volvót. Ezen fel kéne mászni. Bazd meg! Tolassnak be! Hogy baszódj meg! És most egy okos most talált ki. Meg sem bírok fordulni itt. Mária? Hülye vagy, hogy nem bírsz megfordulni? Azt szokták mondani. Be kellene tolni ide. Arra, hogy a mérlek házra. Betolni a mérlek házra, és úgy átfordulni, és úgy betolatni. Simán megy. Igen, mert mérlegen keresztül kellett volna jönni. Ott a Facebook! Kiratta! Ez az! Nem volt dolgozni, menj mindig. Tomi! Ugye leszel mindig live-okon most már. Ha nem probléma, hogy ilyet kérek tőled. Jó. Most kéne legyébe kijönni, kifordulni és valahogy betörni. Lehet, hogyha itt vagy, lehet veled beszélni, mert semmiből nincs veled. Majd, és most nem fog eljönni hátjönni. Meg ne kérdez, de valaki miért nem autóltikus állapban, mert biztos miért kapok. Tökre maradjon.
Á, jó, fel tudom. Én nem látom. Nagyon megy oda. Á, ez az. Vakontalatásként megoldottam. Szokták mondani, semmi probléma, mindent oldjál meg, mi a gyerek. Ugye megírtó, hogy elég béne vagy. Tomi! Úgy, mint Esti Laci. Már hogy érted ezt, úgy, mint Esti Laci? Jobb raktuk. Szép munka. Ennyi. Nem volt egy kis sérülés, hát de... Bá. Egy millió lemond. Utok királya. Na, teljesen mind értünk el. Utok királya vagyok. Csak beszenvedtem. Na, nézzünk egy olyan világtérképkel. Hát, ahol volt valami... szerviz. Hát, érve, de most nem megyek le, ha nem haragszatok. Na! Embot dolgozik, mint az állat. Jó, most azt szóltak el mennem, mert van egy órám. Meg kéne pakolni még a tüzet. Bár elég langyos már szegény. Az a diától. Szoktam, igen. Hogy szoktam nézni. Jó csinálja. Megvárom, hogy kilép. Mi konstruzit ad neki? Transzbuk is megy. Nekem nem fog kellene. Nos. Nya. Hűha. Azt hittem kirígyel a játék. Őt is Lacinak hívják. Azt nem tudtam. Hogy őt is Lacinak hívják. Na nézzük a transzfokat, hogy mit ír. Ma. Érdekes, kettőt ír. 1735 km és 900. Ó, de jó. Na, menjünk fel, nézzük, hogy mi van. Transzfok megnyitása. Földibizunk. Jó, van, nincs jelentkező. Ez is napló. Igen. Azt mondja, hogy fogyasztásunk elérhető. 500 000 való kamion. Átlag fogyasztás 42 liter. Az igen. Lennő sebesség 88. Jó! Be kívánjuk zárni. Steamet is bezárjuk. Na srácok! Nem tudom kinek, hogy van ideje. Hogy lesz ideje délután. Én azt tudom, hogy jövök egy RTS... RTS le? RTS Live, Forma 1 Live-a délután. Nem tudom mikor. Jövök, biztos. Biztos jövök.
Egy DS Live forma irányba, utána meg lehet, hogy lesz még valami. Meglátjuk, hogy lesz miket, nem? Lehet, hogy lesz még egy kis motorsport, mert egy, mit tudom én, lehet, hogy MySzemeket is előveszük. Akinek van kedve, tartson velem. Facebookon ki fogom rakni, persze. És akkor találkozunk nem sokára. Na jó, legyetek jó. Pisztácia, további jó szórakozást. Szevasztok!